Elnézést kérünk, főorvos úr, hogy ismét a Tiszaparti pihenésében zavarjuk. De hát elmúlt a nyár, és abban állapodtunk meg, hogy a film befejezése alkalmával újra megkeressük, és megkérdezzük, hogy mi történt a betegeivel, mi történt a nyáron. Hát azok a betegek, amelyekről nyáron beszélgettünk, azok jól vannak tulajdonképpen. Jól van a Matéjcsáné, a Béda bácsi, a Matejkó bácsi, és ezek mind otthon vannak, és dolgoznak is. Mi lett a sorsa Szőke István nevű betegnek, akit Szönyből hoztak át Balczó Bandi közreműködésével? Igen. Hát roppan nagy izgalommal vártam a megérkezését, mert tudtam azt, hogy egy igen súlyos betegségről van szó. A beteg meg is érkezett szerencsére, de igen rossz állapotban volt. A műtét és az intézetbe érkezés közötti idő alatt 18 kg-ot fogyott ez a beteg. Kondicionálisan rendkívül leromlott állapotban volt, étvágytalan volt, sárga volt, mint a sütőtök, étvágytalan volt, és érthetően elkeseredett. Mi néhány napos ilyen erőjavító gyógyszeres kezelés után elkezdtük a cseppeknek az adását. Pontosabban mondva elkezdtem, mert hiszen erről csak a beteg és én tudtam. A cseppek adásának szinte egy 8-10 nap múlva már jól lemérhető eredménye volt. Tudnélik, a kezdetben igen magas laboratóriumi vizsgálati eredmények, amelyek az elsődleges májdaganatra jellemzőek, gondolok elsősorban a szérum bilirubin és különböző enzimpróbákra, ezek a következő kontrollvizsgálatnál már nem nagyfokú, de kifejezett javulást mutattak. A betegnek az étvágya is fokozatosan javult, hízni kezdett, és hétről hétre végezve a laboratóriumi vizsgálatokat, a laboratóriumi eredmények is lassú, de kifejezett javulást mutattak. Hát az örömöm természetesen igen nagy volt, mert hiszen a világirodalomba gyógyult elsődleges rosszindulatú májdaganatról még nem számoltak be. Közben azonban az történt, hogy én szabadságon voltam, és ez alatt az idő alatt a helyettesítő kollégák írták, és a beteg visszament Szönybe. Azóta a kapcsolatot ezzel a beteggel én levélben tartom természetesen, és meglehetősen korszerűtlen módon jobb kifejezést nem tudok használni rá, mint az, hogy távgyógyítom. Ő időnként felad egy-egy levelet, leírja nekem azt, hogy milyen az állapota, hogy érzi magát, és én ennek megfelelően a cseppek mellett egyéb gyógyszereknek, amit szükségesnek tartok, ezeknek a receptjeit is elküldöm. Egyébként a legutolsó levelében leírta, hogy a sárgasága szemmel láthatóan tovább javult, ezt a családja is megerősítette, étvágya jó, és súlyban is tovább gyarapodott. Egyébként én a magam részéről nagyon sajnálom, hogy ez a beteg elkerült az intézetből, mert nem mindenkinek adatik meg az, hogy
egy ilyen betegségnek és egy ilyen betegnek a javulását, a gyógyulását szemmel tudja követni. Szőke István primér márákos beteg, gyógyíthatatlan, menthetetlen az orvostudomány mai állása szerint. Két hónap alatt ezek szerint akkor nem lehetett meggyógyítani, de mégis hogyan történhetett meg az, hogy a kollégák hazaküldték? Hogy milyen meggondolás vezette a kollégáimat, hogy hazaküldték, ha nagyon őszinte akarok lenni, azt kell mondanom, hogy nem tudom. Mi néhány héttel ezelőtt forgattunk ott az intézetben dr. Ászik Mirján a főorvosasszonnyal. És tudomásunkra jutott, hogy ebben az intézetben a citosztatikumok kipróbálása folyik. Szóba került az, hogy a kórházban feszültségeket okoz az, hogy az ön osztályán néhány beteg a cseppeket is kapja. Említett egy fiatal 16 éves leukémiás lányt, aki a cseppektől halt meg, illetve hát akin már a cseppek sem tudtak segíteni. Ő úgy került az osztályra, hogy egy alkalommal az édesanyja keresett meg, és négy szem között nekem elmondta, hogy hallott erről a gyógyszerről. A kislánya Budapesten fekszik a kettes számú gyerekklinikán, nagyon rossz állapotban van, rendkívül rossz a vérképe. Nem evenném föl. Én úgy emlékszem, hogy gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy természetesen a kislányt fölveszem. Néhány nap múlva el is hozták a kislányt, és szintén adtam a Béres doktor által előállított cseppeket. A kislánynak a vérképe, a korlap dokumentációja szerint is nagyon jó volt. Jól érezte magát, evett, kedélyes volt, jókedvű volt, sétált. Azután egy váratlan dolog történt, szinte egyik napra a másikra hirtelen a fehérvérsejtszám emelkedni kezdett, a vérképébe éretlen sejtes elemek jelentek meg, és katasztrofálisnak mondható állapotba került, és a szülők arra kértek, hogy ők tudják, hogy mi vár a kislányra, és egyezek abba bele, hogy hazavigyék. A kislány részére én mentőautót, sőt, mentő repülőgépet kértem, meg is kaptam, és el is vitték Budapestre. Budapesten valamelyik belklinikára került, ahol néhány nap múlva meghalt. A kislány halála után kaptam egy levelet az édesanyjától, amelyikbe még rágondolni is rossz, a következőket írta. A kislány a halála előtti napon elmondta az édesanyjának, hogy mikor az állapota rosszabbodni kezdett, észrevette, hogy ennek a gyógyszernek, az eredeti béresféle gyógyszernek ezt a jellegzetes ízét nem érzi. És maga a kislány az édesanyja elmondása szerint sem tudta ezt magába hova tenni ezt az állapotot. Kezdetben arra gondolt, hogy valószínűleg a betegsége miatt az ízérzése változott meg, de miután az állapota egyre súlyosbodott, az édesanyjának azt is elmondta, hogy neki olyan érzései vannak, hogy a gyógyszerét kicserélték. Természetesen nem tudom sem ennek az ellenkezőjét, sem pedig ennek az igazát bizonyítani. Mindenesetre szomorú az, hogy egy 16-17 éves kislány, akiről én úgy hiszem,
hogy nem kellett volna lemondanunk, ilyen értelmetlenül meghalt. Az édesanyja levele egyébként azzal záródott, hogy nagyon megköszönte az osztály minden dolgozójának azt a 2 hónapot, az életéből az utolsó 2 hónapot, amit jó kedvel, jó hangulatba és egy egészséges ember életérzésével eltöltött. Jelenleg az osztályán kezele valakit dr. Béres József gyógyszerével? Egy kis kiigazítás, hogy tegyek. Elsősorban azt, hogy osztályom nincsen. Ezen túlmenően az elmúlt 6-8 hétben a megyei főorvossal és az intézetünk igazgatójával több alkalommal voltam nevezett megbeszélésen, ahol rendkívül udvarias hangon ugyan, de a tudomásomra hozták, hogy egyszer s mindenkorra a Béres doktor gyógyszerével le kell állnom, mert ha nem, akkor a legkomolyabb szankciókat helyezték kilátásba. Egyedül azt engedték meg, hogy azokat a betegeket, akik már régebben is kaptak a Béres doktor gyógyszeréből, ezek kapják továbbra is, hogy a gyógyszerbe vetett hitüket ne ingassuk meg. Ilyen beteg egy van ma az osztályon. Amikor még májusban ültünk itt a Tiszaparton, akkor én emlékszem a beszélgetésünkre, akkor még egy osztályt vezetett főorvos úr. Mi történt közben? Bizonyos összevonások, úgynevezett integráció történtek, és most úgy alakult, hogy osztályos főorvos vagyok. És a szőke esete? A szőke esete a legfájóbb nekem, mert igaz ugyan, hogy részére elküldöm mindig a gyógyszert, de azért nem mondható éppen a legkorszerűbbnek az ilyen kezelési mód, és tekintettel arra, hogy a szőke egyértelműen javult addig, ameddig bent volt az osztályon, úgy nagyon-nagyon sajnálom azokat a betegeket, akik esetleg most, vagy a közeljövőbe, vagy később egy ilyen ma még gyógyíthatatlannak mondott betegséggel kerülnek kórházba, mert ezeknek a sorsa abban a pillanatban, amikor az exakt diagnózist felállították, ezeknek a sorsa meg van pecsételve. Gyakorlatilag halálra ítélt emberek. Az elmúlt napokban beszélgettünk dr. Ászíty Mirjána főorvosasszonnyal. Ő keserűen mondotta, hogy milyen nehézségeket jelent a megyei gyógyászat számára az, hogy a betegek jól bevált gyógyszerek helyett az ön gyógyszerét választják. Mi erről a véleménye? Mi lehet más a véleményem? Ennek a népnek megvan a magához való esze. Élni akar. Én nem jók ide senkit sem. Járnak, kelnek az emberek.
hallják, mi volt az eredmény egyik helyen, mi volt az eredmény a másik helyen. Egy nagyon jó példát tudok felhozni. Az egyik beteg elmondta, hogy a kórházban, ahol feküdt, 10 feküdtek leukémiások. Ő és egy másik fiatalember szedte a gyógyszeremet, ma is élnek, a többi mind meghalt. Ez nem marad titok. Meghallja az egyik, meghallja a másik, akinek a családjában felmerülnek ilyen bajok, hova mennek? Kisvárdára jönnek. Eljönnek ide nem csak az ország legtávolabbi részéről, hanem 2000 kilométerekről is. Nagyon érdekes, hogy a kórházok főorvosai egyre tömegesebben jönnek, a feleségükkel, a gyerekükkel. Hát a citosztátikumok jók, és az megengedett annak az alkalmazása, vagy a sebészeti beavatkozás. Hát miért nem feküsznek a sebészeti kés alá? Hát akkor az orvosok is hülyék, mert a szabolcsi ember az. Nyilván azok is logikusak, és azt a módszert választják, amelynek nincsen kedvezőtlen mellékhatása, amelyek legnagyobb valószínűséggel megmenti az életüket. Ott van a vakpróba esete például. Az orvostudományban ellenőrző kezelésként a citosztátikumokkal szembeállítva desztillált vizet adnak. Ha van például 1000 beteg, 500-nak adnak citosztátikumot, 500-nak adnak desztillált vizet, és akkor humanizmusról beszélnek. Hát hogyan lehet humanizmusról beszélni itt? Az egyik oldalon igaz, hogy az 500 kapott citosztátikumot, amitől előbb-utóbb meghal, de előbb el kell viselni egy csomó görcsöt, egy csomó szenvedést. De ez legalább kapott valamit, ha meg is halt tőle. A másik oldalon van 500 ember, akinek desztillált vizet adtak, tehát semmit, tehát szabadon tették ki annak, hogy nyugodtan pusztuljon el. Na most akár az egyik hal meg, akár a másik, úgy is mondhatnánk, hogy törvényesen pusztult el, tehát ezek fölött napirendre térnek. Tudott dolog, hogy én hozzám zömmel azok az emberek jönnek, akiknél csődöt mondott az orvostudomány, így is mondhatom. Se a kés, sem a sugár, sem a citosztátikum nem segített. Előfordul, hogy olyan beteggel jönnek, akiknél a szervezet még működik. A gyógyszer felszívódik, és akkor csodák csodájára helyreáll az egészsége, sőt, sokan munkaképes emberek lesznek. Akkor beszélnek arról, hogy a béresféle szer csodaszer. Olyan eset is előfordul, hogy tényleg az utolsó órákban jönnek hozzám. A betegnek nincs gyomorsaval, teljes leromlottság állapotában van. Hiába adják a gyógyszert, nem képes felszívódni. No, mert hozzám jöttek is, ha ez a beteg meghal, akkor az én gyakamba igyekszenek a felelősséget varni. Milyen alapon? Én itt a nép között élek. Én hozzám eljönnek ezek a betegek. Sokszor, amikor belépnek az ajtón, el sem tudják mondani panaszukat, mert görcsös zokogás fogja el őket, hogy már mindent elkövettek, mindenütt bejártak, és hiába akarnám elküldeni őket, nincs szívem ahhoz, hogy ne éljem, ne lássam, ne éljem bele magam az ő helyzetébe, ne lássam azt a szerencsétlen sorsot, hogy el kell veszíteni a 10 éves gyerekét, vagy a leányát, vagy a feleségét, akkor, amikor az megmenthető. Az az én bűnöm, hogy több humanizmussal dolgozom. Átérzem, megérzem, hogy annak az embernek szüksége van rám. Nekem az ember nem anyag, hanem ember, akinek egy élete van, és ragaszkodik ehhez az élethez. Hol van itt az igazság? Ez a téma. Ezt nehéz eldönteni. Ez az egyik orvos nem mondja ki, mindaddig, míg az igazságot, míg csak temetése nem került a sor. Akkor tudja meg a szülő az igazat. Viszont a másik megmondja őszintén, talán az sem jó. Mert az meg nagyon rosszul esik a szülőnek. Hirtelen, egyből odavágják neki a merész, puszta igazságot. Az is egy borzalmas dolog, azt átélni. Hogy melyiknek van igaza, ezt nehéz lenne eldönteni. Talán annak, aki a középutat meg tudja választani, eléggé rutinosan ösmérve magát, akinek mondja, hogy tapintatosan tud táradni. Én nekem tudtomra adták,
hisz én kértem, hogy mondja meg őszintén. Kérem, mondják meg a világon, hova lehet menni. Lemehet a földről, de orvossága nincs, ezt mondták. Susz. Nem is esett ott így rosszul, szótlanul felálltam és eljöttem. Akkor kezdtem most komolyan utána nézni, hogy na jó, hát azért egy nyíregyháza nem a világ végig. Gondoltam, hogy azért Pest, Debrecen, ez csak többet tud. Akkor kezdtem most szaladgálni. De amikor ott is kimondták a puszta igazságot, akkor azt jött doktor Béres. Mint utolsó mencsvár. Elég rosszul esett, úgy ténylegesen elég nem akart segíteni. Vizeledet, mikor levizsgálta, visszamentem az eredményére, még akkor sem. És ő a törvényre hivatkozott. Tiltják a törvények. Végül mégiscsak segített, hiszen én tudom, hogy a Béresnek is az járt az agyába, hogy a törvény, ide törvény, oda, de egy életet megmentünk. Az nem fél a fejembe még most sem, hogy akik hozzák ezt a törvényt, vagy ebben bíráskodnak, hát nem látják be még mindig. Vagy azok nem emberek. Hogy az a törvényt emberek hozzák. Hát az ember életéről van szó, akkor azt a törvényt sürgésen vissza kell szívni. Mert az a törvény akkor ezeket fog megélni. Nem pedig előre vinni az életet és segíteni. Nagyon sajnálatos dolog. Feltűnő volt, és addig a saját körzeti orvosunk is. Nem valami jó véleménye volt az én szaladgálásomról. Nem is olyan régen beszélgettem vele, őszintén megmondta. Nézd, azt mondja, igazad volt. Én abban a helyzetben lettem volna, én is fordultam volna, ha tudtam, hogy segít még a tarka kutyához is. Én ezt mondta. Nem mondom, nagy tévedésben vagy, viszont én nem a tarka kutyához fordultam, imhol a példa. Hanem legalább egy olyan tudású fiúhoz, mint te vagy a többi, talán ezek szerint nagyobb tudásúhoz. Amit ti nem akartok elösmérni. Na hát én most már, ja, nem mondom, de csak azután, hogy konkrét példa van előtted. De addig te is nagyon lealacsonyító véleményeket adtál arról az emberről. Mikor látják, hogy a gyerek egészséges, akkor most egész másképp beszélnek. Sőt, maga az a debreceni Balogh Bálint barátunk, az is egész más véleménnyel van. Addig ő is elég rossz véleménnyel volt. Még azt mondta, hogy majd fog még maga Jóska bátyám jelentkezni nálam. Mikor megtudta, hogy a kórházból a gyereket kivettem. Megmondtam neki őszintén, hogy hidd el, hogy nálad akkor sem jelentkezek. A múlkor volt itthon, szintű zestélkedve hozta elő, hogy hát ne haragudjon, de akkor nagyon megsérthettem magát. Hát mondom, meg fiam, hisz fiam lehetne. De azt mondja, most már belátom, hogy az orvosi tudomány óriási tévedett. És mondom, miért nem segítek akkor? Hát azt mondja, ahhoz egy kicsi. Viszont bármelyik orvossal beszél az ember, nagy bólogatás van, de az ügy előbbre vitelén. Sőt, hátrafele vinnék, ha tehetnék. Ezt az elég már hangsúlyoztam, ezt nem éltem meg. Ha az egész orvosi kor visszafele tolja ezt az ügyet, de van egy félsőbb hatalmi szél is, aki egyszer kimérné mondani, hogy uraim, életről van szó, hát gyerünk csak, azt csináljuk. De sürgősen csináljuk. E pedig itt zugi módon megtudni, hol az egyiktől, hol a másiktól,
hogy van egy ember, aki tud segíteni ezeken az embereken. Én hiszem, hogy Pesten senki sem tudja, hogy Kisvárdán van egy ember, aki biztos, hogy meggyógyítja. Mert én állítom, hogy biztos, hogy meggyógyítja, ha idejében kapja a beteg a gyógyszert. Itt körülöttünk mindenki tudja, de az még kevés. És azok az emberek, akik megkötik a béres kezét. Én kíváncsi lennék, hogy hogyan viláskodna akkor, ha ugyanúgy járna, mint én. Hogy vajon a törvényre hivatkoznának akkor is. Kíváncsi lennék rá. Ha saját gyerekéről volna szó. Vajon nem ugyanúgy rimánkodnának a béresnek, hogy ha Isten tösmér segítsen rajta. Mint ahogy én akkor imánkodtam. És Béres hiszem, hogy azt nézte, hogy életet ment. Nem az, hogy mi a törvény. Hogy egyszerűen egy ilyen embert ül, megvonni minden lehetőséget, hát ez fantasztikum. És ez is csak úgy látszik Magyarországon tud megtörténni. Nyakam teszem rá, ez van egy Jugoszláviában, egy Angliában, talán egy Szovjetunióban, ott már azóta egész biztosan, hogy ez megy az ügy. De Magyarországon, hát ugye miért ne kösse fel inkább magát Béres, és aztán jöjjön a híresség, talán a sírjára tennének egy koszorút. Ennek lehet örülnének. Mint hogy idáig minden magyar hírességet vagy elzavartunk, vagy megöltünk. Én egyebet nem tudnék erről mondani, csak ezt, mert talán ha többet mondanék róla, egy durva, becsmérelő szavakba tudnék átalt csapni. Annak idején, amikor elkezdték ezt a filmet forgatni és eljöttek hozzám, az volt a kérésem, hogy menjenek el az ország különböző tájaira, gyűjtsenek adatokat, hogy ne én beszéljek a tények helyett, hanem a tények beszéljenek helyettem. És ha ezeket összegyűjtötték, jöjjenek vissza, és megbeszéljük a további tennivalókat. No, ha elkészült ez a film, én nem akarok hozzátenni, se elvenni belőle semmit, az a kérésem, mutassák be azoknak, akik ebben a kérdésben dönteni tudnak, segíteni tudnak, vagy segíteni akarnak, hogy ez a gyógyszer mielőbb közkincsé válhasson. Végezetül itt nálunk Szabolcsban van egy mondás. Ha közeledik József napja, a füvet még kalapáccsal sem lehet visszaverni. Úgy gondolom, nekem is közeledik József napja. Ezt az ügyet már nem lehet visszacsinálni. Én is József vagyok. Igaz, hogy csak Béres József. Kedves nézőink! Dokumentumfilmünk munkálatai ezzel a felvétellel 1976 őszén megszakadtak. Munkánkat 10 év múlva 1986 őszén folytathattuk. Elhatároztuk, hogy fölkeressük filmünk egykori szereplőit, és megkérdezzük, hogyan alakult a sorsuk. Voltak olyanok, akiket megtaláltunk, és voltak, akiket már hiába kerestünk. Filmünket azzal a szándékkal bocsátjuk a nyilvánosság elé, hogy a magunk szerény eszközeivel hozzájáruljunk a lehető legteljesebb igazság föltárásához, hiszen 10 év múltán sem gondolhatunk mást, mint hogy az igazság késlekedése emberéletekbe kerülhet. Bűn Ilona vagyok Zentáról. 10 évvel ezelőtt, amikor a forgatást csináltuk, akkor azt mondtam, hogy ezer közül mindig egy életben marad, mi ne legyek én az. És életben vagyok, nagyon jól érzem magam, köszönve a béres csöppeknek, amit azóta is rendszeresen használok. Noviszátra járok le a professzorhoz időnként ellenőrzésre, és nagyon meg van velem elégedve, mert az eredményem nagyon jó. Most is egy hónap 17-én voltam lent nála, és akkor egy ilyen diagnózis adott, hogy leukózis, mieloblasztika, remission completa. Tehát, hogy teljesen kigyógyultam a betegségemből,
ami az ő praxisába különben itt van, le lehet fényképezni, szervül is, és latinul is, ami az ő praxisában, ahogy itt le van írva, egyedül én vagyok az, aki életben van, és teljesen kigyógyult ebből a betegségből, akik azelőtt velem voltak a kórházba, és utána is azok közül egy sél senki se. Az elmúlt 10 esztendő során valamilyen egyéb gyógyszert fogyasztottam? A béres csöppön kívül semmi más nem fogyasztottam, csak a béres csöppet, a vizet forralva és azoktól a gyümölcsöktől, amiket a doktor úr mondott, védekeztem, vagyis nem ettem azokat a gyümölcsöket. Köszönjük a tájékoztatást, Ilona. Mivel ketten jöttek, kérem, mutassa be Máriát. Mi szeretném mutatni a leány gyerekkori játszótársamat. Akkor is egy utcában laktunk, most is egy utcában lakunk, és mivel ő is szedi, együtt jöttünk át Szegedre, és mivel ő is szedi a béres csöppet, és ő nála is nagyon jó eredményt ért el, ezért szeretném, hogyha ő is elmesélné az ő történetét. Nikolics Mária vagyok, Zentváron, 43 éves. Ezelőtt 10 évvel, mikor ugyanez a forgatócsoport volt Zentel fölvételezni, nem találtak már szeptemberben, mivel lebetegedtem, és lett voltam beoperálva a B-klinikán kivizsgálásra. A diagnózisom, amivel leküldtek, limfoszarkoma volt. A kivizsgálás alapján beoperálva szintén ugyanezt a diagnózist kaptam, azzal, hogy elhatározták, hogy citosztatikával kezelnek. Akaratom ellenére megkaptam, de csak egyszer a citosztatikát injekció alakjába, amitől igazán 5 napig rosszul voltam. És akkor elhatároztam, hogy kamikázi módjára ott hagyom a klinikát. Nem fogom soha többet használni, vagyis megengedni, hogy citosztatikummal kezeljenek. Saját kezem írását adtam, hogy ott hagyom a kórházat. A professzorok és az orvosok könyörögtek, hogy ne menjek, mert ezzel a betegséggel 2 hónapig, ha húzom, tovább nem. Mivel tudtam, hogy citosztatikummal nem sokáig kezelnek, és nem is akartam szenvedni, mert az ember szenved, megpróbáltam a béres cseppet azt fogyasztani, mert tudtam, hogy más nem segít. A világon, nem Jugoszláviába, a világ minden táján mehet, szóval Amerikától kezdve Japánig. El is hagytam a kórházat, és azt mondhatom, hogy 10 évig más nem használtam, csak a béres cseppet. Semmi más orvosságot, mondjuk rá, citosztatikától kezdve, bármit, amit a világon föltaláltak, semmit. És megjegyzem azt, hogy 5 hónapra rá, terhes maradtam, mert 12 évig nem lehetett baba. December 1977. decemberjében megszültem a fiamat császármetszéssel. Mind a ketten jól éreztük magunkat szülés után. 78-ban nekem volt egy kis lelki megrázkódtatásom. Erre a csomók, vagyis a limfán a tumorok, 3-szorosan megnőttek, mint mikor lebetegedtem. Mivel nem volt erőm, hogy dolgozzak, el akartam menni nyugdíjba, lementem 79-be ugyanahoz a professzorhoz, aki kezelt, vagyis aki a diagnózist megállapította Beográdba. Mikor meglátott, és mondtam, hogy van egy fiam, nem hitt a szemének. Megvizsgált mindjárt, és látta, hogy a hajlatokban nagyon nagyok a tumorok. Megkért, hogy a tetszín helyén punkciót csináljon, hogy lássa tulajdonképpen, hogy álljálja a diagnózis, amit 76-ban megállapított. Mindjárt megcsinálták a punkciót, és zavarba hoztam a professzort, ami ő maga beismerte, mert 3-szor nézte meg a munkáját, nem hitt a szemének, limfoszarkóma. Megkért a professzor, hogy Zentán vetesse ki biopsziát, csináltatjunk, megint a hajlatokból vegyünk egy szövet mintára, hogy elküldjük, amit én neki megígértem. Közben 1980. januárjában terhes maradtam a második
babával, de mivel megígértem, hát valahogy teljesíteni kell az ígéretet, megkértem az orvosokat, hogy lokális anesztéziával meg bírjuk csinálni a szövetmintát, hogy kivegyék. Ki is lett véve, el lett küldve Beográdba is, és Novi Sadra is a patológiára. Mind 10 napon belül visszajött mind a két eredmény limfoszarkóma. Férjem megijedt egy kicsit, terhes voltam, azt mondták az orvosok, hogy nem sokáig élek, de megjegyzem, mikor én a klinikát elhagytam 76-ba, saját kezem írása szerint, azt mondták az orvosok, hogy 2 hónapig, ha élek. Mert ez egy olyan gyorsan előre haladó rák, romboló rák. Akkor tudtam, hogy a véres csöpp vagy segít, vagy citosztatikát én nem akarom szedni, mert nem akartam szenvedni tőle. Folytatom tovább a mesémet, és az életem történetét. Jó éreztem a terhesség alatt 80-ban is, október 3-án megszültem a kislányt, császármetszéssel szintén. Akkor a méh alatt megint 2 nagy tumort találtak, kisvették. Közben átnézték a többi belső szerveket, hogy találnak-e még, nem volt több. El lett küldve patológiára, szövetmintára, Novi Sadra, Zentán is megnézték, ugyanaz a diagnózis, limfoszarkóma. Megint meg voltak ijedve, az orvosok megint temettek, hogy el meghalok. Megjegyzem, én föl sem figyeltem, tudtam elejtől kezdve a diagnózist, az már tudtam, hogy ezzel nem élhetek sokáig, és köszönhetve a véréscsöpnek éltem, meg szültem 2 gyereket. Gyerekeim születésük óta isszák a véréscsöppet, hogy megelőzzük a bajt. Az mellett nekem a véres megmondta, hogy még babát is kapok, mikor lebetegedtem, mert az anyagcserét a véréscsöpp egyensúlyozza, egy irányba hozza, és amit nem hittünk, hogy baba lesz, mert 12 éve körül jártuk, majd fél Európát is nem. Azt mondták, hogy nem lehet baba. És én neki köszönhetem az életemet, ami 10 évig fájdalommentesen ment, probléma nélkül, se pirula, se citosztatika, semmit nem használtam. A gyerekek szintén nem betegek, jó érzik magukat, és ezt mind köszönhetem a doktor Béresnek és az ő feltalált orvosságának, ami egyedül a világon, ami segít, ez a béres csepp. Ezt én merem állítani. Legalábbis. Magán ez segít. Legalábbis, és sok máson, de még egyet hozzátennék. Nagyon sokan nem jobb használják azt a béres cseppet. Ez a baj. C-vitamin nélkül beveszik, vagy most beveszem, most nem. Hát egy orvosság se segít úgy, mondjuk rá, hogy most szedem, így vagy úgy. Azt pontosan be kell tartani, a diétát főleg. Úgy segít. És még egy, hogy az ember higgyen, az nagyon sokat ér. Bízni kell valamibe, és hinni. És most itt ülök. 10 éve, pont most, hogy lebetegedtem, és semmi, egy pirula nélkül, orvosi segítség nélkül éltem le az életemet. Kaptam egy 2 szép gyereket. Tessék megnézni őket. Az egyik 3-os, a második, most 6 éves. Köszönöm. Kérem, elég volt ennyi. 10 év telt el azóta, amióta találkoztunk. A férjem egészséges ember módjára élte tovább az életét. Azok a daganatos jellegű problémák eltűntek. Visszanyerte a testsúlyát, látási zavarai nem voltak, és dolgozott idehaza is, és a munkahelyén is. Az egyensúlyi érzéke is teljesen tökéletes volt. Majd 78-ba lelkileg kicsit idegesítette a fiunknak a továbbtanulása. Nem volt belenyugodva abba, hogy katonai főiskolára megy, és 78. július 28-án Miskolcon volt a gyerekekkel bevásárolni. A kislány mondta, hogy apa egész nap idegeskedett, és nem engedte a kirakatot se nézni, sietett haza. A fiam tartotta a búcsúztatását a klubba, és én különösebben nem vettem észre a férjemen semmit, csak az, hogy nyugtalanabb, megvacsoráztunk,
a szokásos módon ágyba került, és egy váratlan rosszul lett. Jött éjszaka rá, elveszítette az eszméletét. Kihívtuk az orvost, sajnos beutalták a Miskolci Szentpéteri Kórházba, nem nyerte vissza az eszméletét már idehaza se, és egy hétig volt a kórházban eszméletlen állapotban. És ott halt meg 78. augusztus 1-én. A tudomásom szerint, ahogy engem tájékoztattak, a halál oka az magas vérnyomás volt. Tehát agyvérzés kapott.